A tavalyi kóstoló után 2016-ban gőzerővel veti magát a rallycross ágazatba, a korábbi GP3-as futamgyőztes autóversenyző, aki a magyar bajnokság mellett Peugeot-jával az 5 állomásos EB sorozatban is indul, méghozzá bátyja által irányított saját istálló színeiben, a szezon a Szlovák Ringen kezdődik, előtte Kispál Tamás pilóta van itt nálunk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Melyiket várod nagyobb izgalommal? Ez napokon belül a Szlovák Ringen indul a magyar bajnokság, vagy pedig a belga nyitányt az Európa bajnokságon? Talán mindkettőt, de inkább a magyar bajnokságot. Talán azért, mert hamarabb van, és az lesz az első erőpróba, vagy talán az első igazi teszt a csapat számára. És hál' Istennek két futam van, tehát lesz még egy majd húsvétkor Máriapócson. Az EB előtt, tehát két olyan megmérettetésen lesz túl a csapat, ami szerintem elegendő lesz ahhoz, hogy lepróbáljunk mindent, és magabiztosan álljunk az EB-hez, ami azért a tavalyi évem csúcspontja volt, amikor Olaszországban tudtam egy futamon indulni, hiszen ott nagyon erős a nemzetközi mezőny. Na most, melyik lesz egyébként a nehezebben teljesíthető cél, itthon egy bajnoki címet nyerni, vagy a nemzetközi mezőnyben, az EB-n elcsípni mondjuk 1-2 vagy 2-3 dobogós helyet? Talán egyformán nehéz, hiszen ennyire erős nem volt még a magyar rallycross bajnokság az elmúlt években, mint amilyen most alakul. Nagyon sokan készülnek, nagyon komoly autókkal, talán ennyi nem is volt még a korábbi versenyzőkkel vagy legendákkal, ahogy beszélgetek. Mindenki azt mondja, hogy fel kell kötnie a gatyát annak, aki itt bajnokságot akar nyerni, hiszen jó pilóták vannak, és még jobb autók, hallom a lóerőket, sokan már 600 lóerő felett járnak, 800 Nm felett. Az én autómhoz pont ezen a lélektani határon van, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy alázattal kell rendelkezni annak, aki a magyar bajnokságot meg akarja nyerni. A nemzetközi mezőny pedig évről évre egyre-egyre keményebb, és sok olyan korábbi VB szereplő jön le, úgymond vissza az Európa bajnoki teljes szezonra, akik ott talán nem tudtak annyira eredményesek lenni, de a technika az mindenképpen világbajnoki technika. Na most, ha ott sikerülne azt a néhány dobogós helyet elcsípni, akkor az összetetben mire lehetne elég? Én azt gondolom, hogy ott is konstans teljesítményt kell nyújtani, úgy, mint a magyar bajnokságban. Talán a pontozási rendszer egy kicsit nagyobb teret ad arra, hogy valaki hibázon, illetve nincsen eldobás az EB-n, ez pedig a másik oldalt erősíti. Azt gondolom, hogy egy olyan első hatban kellene lenni, vagy az lenne talán elfogadható eredmény a szezon végén, de látni kell az erőviszonyokat. A tavalyi mezőnyben azt mondom, hogy erre lenne lehetőség, vagy van realitás. Az idei mezőny még nem látom, de az biztos, hogy több mint 10 fővel földúzod a mezőny. Keményebb lesz. Igen. Na most, milyen tapasztalatok miatt döntöttél a tavalyi? Mondhatjuk azt, hogy egyfajta ilyen fél szezon volt, vagy teszt szezon. Volt benne magyar bajnoki futamgyőzelem, meg amit mondtál, egy EB futam döntőzés Olaszországban. Szóval úgy, hogy 2016-ot minden fronton fölteszel erre a rallycrossra, mint műfajra. Mondhatom azt, hogy megtaláltam benne önmagamat. Tényleg a pályaversenyzés legnehezebb trükkjeit kellett bevetnem, vagy fortéjait az Európa bajnokságon, hogy az utolsó pár századot összecsipegessem, illetve olyan adrenalin löketet adott, és annyira erősek az autók, mint a legerősebb formautó, amivel valaha versenyeztem, technikai műszaki paraméterekben szinte megegyeznek, talán ezek az autók egy kicsit nehezebbek, viszont ott az összkerékhajtás, és megtaláltam benne azt a kihívást, és azt a fajta természetesen marketing vonalat, amire úgy gondolom, hogy versenyzőként ma szükség van, és tudja azt a rallycrosst nyújtani, amit egy olyan pilótának kell, hogy tudjon adni, mint amilyen én vagyok, aki elakadt talán egy kicsikét a formautózás világába, és ott megakadt, és nem tudott tovább lépni, nem volt már följebb. Itt viszont több évre lehet tervezni ugyanazzal a technikával, be lehet rá rendezkedni, ugyanazzal az autóval lehet indulni Európa bajnokságon. Minimális különbségek vannak a szabálybeli különbségek a világbajnokságon szereplő autókkal, és ugyanezt lehet használni a magyar bajnokságban, ami természetesen a legfontosabb a támogatóknak. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindezek összessége adta azt a stabilitást. Na most, akkor mit szólsz az olyan szurkolói sóhajokhoz? Meg tudod nyugtatni őket, hogy kár érte az utóbbi évek legnagyobb tehetsége aszfalton többre vihetni? Itt egy vegyes borítású műfajról beszélünk. Így van. Zárt pályás vegyes borítású. Hát még mindig többségében aszfalton versenyzünk, tehát 60-70% aszfalt. Ez mindenképpen megnyugtató. A másik pedig, hogy jól érzem magam. Szerintem az a legfontosabb, hogy valaki megtalálja a motivációt egy új szakában, vagy az adott szakágában. Nekem ez megvan.
illetve a rallikra sem olyan egyszerű, és láthatjuk azt például a Lőb esetében, hogy nem véletlenül vonzó az ő számára is ez a szakág. De az árt pálya az biztos, hogy neked mindig is döntő szempont marad? Így van. Tehát abból te nem kalandoznál ki. A levegőben volt a rally még 15 elején, de akkor azt mondtam, hogy az egy annyira más világ, és annyira komplex és nehéz, hogy ott annyi tapasztalatot kellene gyűjtenem, amihez már nem biztos, hogy van elég energiám, és szeretném hasznosítani inkább azt, amit eddig már megtanultam. Azt lehet mondani, hogy akkor ez egy, hát nem is biztos, hogy kitérő a következő évekre, hanem hosszabb távon is főcéllá válhat a rallycrossban maradandót alkotni? Én most már biztosan mondhatom azt, hogy igen, ez egy főcél, és abszolút nem egy mellékút. Tavaly évelején még talán kérdőjelként ott lebegett bennem is, de most már ilyen nincs. Mert hogy lehet, hogy naív kérdés, de segíts, mert ugye arra is gondolt az ember, hogy itt volt Mihály Norbert, megürült a helye a Zengő Teamnél. Te hogy álltál volna mondjuk a túraautóval, a VTCC-vel, más műfajok, ami jöhetett volna még itt szóba? Azt mondom, a VTCC lett volna talán a legreálisabb, hiszen a formautózásban már mondhatjuk azt, hogy a csúcs kategóriákban jártam, onnan már igazán csak a GP2 vagy a Forma 1 lett volna följebb, teljesítményt tekintve, ami már nagyon-nagyon extrém. A VTCC-vel viszont szintén ugyanaz a probléma, hogy árérték arányban rengeteg szponzoráció szükséges hozzá, és talán időben el is ment a két projekt egymás mellett. Tehát még a korábbi években, mikor kerestem a következő formautós évemet, akkor sokkal nagyobb realitása lett volna egy VTCC-s projektnek. Akkor még nem volt üres a hely, most, mikor én már úgymond javában a rallycross projektben voltam, akkor üresedett meg a hely, tehát egy kicsit elcsúszott. Időbeli elcsúszás volt. Viszont így elég jelentőset léptetek előre, mert hogy most már van egy családi háttérrel bíró saját csapat, ugye a Speedbox Racing fog indulni ebben az évben. Ez hogyan állt fel, ez mit jelent így büdzsében és háttérben számodra? A büdzsét hál' Istennek javarészt a tavalyi támogatóim tudták megtoldani, illetve néhány új támogató, és sikerült tényleg egy olyan több éves projektet lerakni, amiben mindenki hisz, és talán a formautózásban sem volt ennyire stabil évem. A csapat pedig a rallycrossban mindenki, vagy inkább azt mondom, a legtöbben saját csapattal vágnak neki, úgy, ahogy például a Hansen család is egy családi csapat. Nekem annyi szerencsém volt, hogy a bátyám rallizik, a magyar bajnokságban rallizik, és megvolt a saját maga épített kis csapat, és ezt alakítottuk egy kicsit át a rallycrossra, és én szerettem volna, hogyha valaki erőskező irányító személyiség lenne a csapatban, akivel én egyébként nagyon jól kijövök, és így esett a választás a bátyámra, aki eddig tökéletesen irányítja a csapatot. Mennyit nyomott a latban az, hogy a rallycross legenda, az előbb említett Kenneth Hansen, mint patronus, ugye tavaly is ott volt melletted, és igazából most is van köze hozzá ez a felújított Peugeot 208-as gépethez? Nagyon sokat nyom a latban. Talán azt mondom, hogy ő adta meg az alapját igazán az idei évnek, hiszen ha nincs meg ez a kapcsolat, és nincs meg ez a jó munkaviszony, illetve mondhatom azt most már baráti kapcsolat, akkor ez az egész nem jöhetett volna létre. Ugye 2014-es VB-s autóról beszélgetünk, tehát nyilván több lehetőséget is átnéztem a tavalyi év vége folyamán, és egyszerűen lehetetlen volt hozzájutni ilyen friss technikához, ami a világbajnokságon futott, és nem mellesleg beszélve arról, hogy amilyen állapotban megkaptuk, tehát tényleg az utolsó csavarig mondhatom azt, hogy a mechanikus részei fel voltak újítva az autónak, és azzal nem volt teendőnk, nyilván rám kellett még szabni, beállítani pontosan az ülést is, váltókart gyártatni, mert nem értem el, de ezek ilyen apró dolgok, a műszaki tartalmában egy tökéletes autót kaptunk, illetve a továbbiakban is komoly technikai együttműködés van, a teszt után teszt előtt is beszéltünk, valószínűleg el fog jönni több tesztemre idén még, illetve az Európa-bajnokságon megpróbálunk egymáshoz a legközelebb lenni a sátrakkal, hogyha bármilyen segítség van, akkor tudjunk egymáshoz fordulni. És valóban azt tudom mondani, hogy ez a legfontosabb talán a rallycrossban, hogy nem mindent az ember magának járjon ki, hanem úgymond kapjon hozzá segítséget. Ezzel természetesen az járt, hogy több évre köteleztük el magunkat a márka mellett, illetve
a csapat mellett, de azt gondolom, hogy ezt bárki megtette volna. És végül mondd meg, hogy pilóta szempontból mit tartasz a stílus, a műfaj fő nehézségeinek, illetve előnyeinek? Ugye nézői oldalról egy látványos ágazatról beszélünk. Igen, kezdjük az előnyeivel. Szerintem nézőként az egyik leglátványosabb formátum, hiszen nagyon közel vannak rendkívül erős autók a nézőkhöz. Nagyon-nagyon látványos, 1,2 kilométeres pályákról beszélünk, 60%-ban aszfalt, 40%-ban múrva, és 600 lóerős autókra, 550-600 lóerős autók, és rengeteg rajtot lát az ember, illetve a néző, aki kilátogat. Tehát általában ugye 3-4 előfutam kör van, azon belül 5-ösével rajtolnak az autók. Hát én mikor kim voltam az Európa-bajnokságon, is leesett az állam, hogy mennyire fel tud pörgetni az, hogy folyamatosan rajtokat látok, olyan autókat, egyedi autókat, amik még a rally világbajnokságon sem mennek, bármilyen karosszériával, bármilyen autóból lehet úgymond rallycross autót építeni, és azok nagyon hasonlítanak a rally VB-n szereplő kiszélesített hatalmas teljesítményű autókhoz. Versenyzői szempontból pedig a nagy lóerőt meglovagolni ennyire kis távon, tehát 1,2 kilométeren úgymond sokkal inkább kijön egy apró hiba, még mondjuk a pályautózásban 5 kilométeren volt más terület, ahol lehetett korrigálni azt az adott hibát, vagy visszahozni egy kisebb időveszteséget, itt ilyen nincs. Hát akkor ez a pillanat művészete lesz, sok sikert ehhez a szezonhoz, figyelni fogunk téged. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.